December 20-án az ünnepi köntösbe öltöztetett Fenyő környezetében rendezték meg karácsonyi műsorukat a Jászberényi Idősek Otthonának munkatársai, lakói. Nem volt ez a felpörgés, nem volt ez a rengeteg vásárlás, ezek az óriási fények, de mégis igazi, szép, meghitt karácsonyokra tudok én is gondolni, és azt hiszem, hogy önök is nagyon sokan. Szatmári Antalné alpolgármester idézte fel a régi idők karácsonyát, s valamennyi hallgatónak bizony könny szökött a szemébe, a szép emlékeket felidézve. Jászberény város önkormányzata nevében egy-egy csomag szaloncukorral kívánt békés ünnepeket az alpolgármester, míg az intézmény dolgozóinak példás munkájuk elismeréseként könyvet ajándékozott. Nem kaptunk rá ajándékot, legtöbbször semmi se jutott, és mégis szívembe érzett. Ott voltunk, igazán boldogok. Szívszorító szavallatokat hallhatott a nagy érdemű, melyet meghitt énekes műsor követett. Lelkesek voltak, jöttek gyakorolni minden nap, ők saját maguk is tanulgatták a verset, gyakorolták egymással, úgyhogy nagyon jó hangulatba telt, örömmel fogadták.